Hello, hello. Na, akkor szeretettel köszöntöm Benkő. Ezen is határozatképesek lettünk. Hegedűs úr már az ajtóban van. No, akkor ezennel az egy órára meghirdetett szeretettel köszöntöm Önöket. Szeretném javasolni, hogy legközelebb idekezzünk pontosan kezdeni, hiszen sokan az idejüket rászánják. Azok, akik, mint Kovács képviselő, Vágó képviselő pontosan megjelentek, az ő idejükit is rabolja a frakció többség. Akkor, amikor nem tudunk pontosan kezdeni. Igen, remélem, hogy egészséges volt. Köszönöm szépen. Nos, az első napirendi pontunk a közgyűlés időpontjának meghatározása. Itt van egy darab határozati javaslatunk. Felkérem dr. Varga Ildikó jegyzőasszonyt, hogy ismertesse a bizottságok döntését, majd felkérem dr. Tisztelt polgármester úr, tisztelt gyűlés, június 20-én elfogadott munkatervnek időpontjára december 7-én 10 órára teszünk javaslatot. Kérem a tisztelt közgyűlést a határozati javaslat elfogadását. Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e a napirendi ponthoz hozzászólás, Vágó János képviselő úr? Gyűlés, módosító indítványom van a napirenddel kapcsolatban. Most egy óra múlt 10 perc, és most tartunk az első napirendi pontnál, és ma 9-kor kezdtünk. A következő közgyűlés 10 órakor kezdjük, még később lesz. Az a módosító javaslatom van, hogy a decemberi közgyűlést 8 órakor kezdjük, ugyanis karácsony közelettével nagyon-nagyon sok rendezvényt tartanak a városban. Úgy gondolom, hogy van, amelyiken képviselőknek, polgármesternek, alpolgármesternek is illik részt venni. Nem tudom, hogy december 7-én milyen rendezvények lesznek. Én szeretnék rendezvényeken részt venni. Remélhetőleg a közgyűlés délután azért 5 órára csak befejeződhet, ha elkezdjük 8 órakor. Ebből a megfontolásból javasolnám azt, hogy kezdjünk 8 órakor, és talán belátható időn belül végzünk is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Van-e más kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, akkor egy módosító indítványt, ami a közgyűlés időpontját reggel 8 órára módosítja, kérem, hogy szavazzuk meg. Aki támogatja a javaslatot, emelje fel a kezét. Kilenc, aki nem támogatja, emelje fel a kezét. Aki tartózkodik, emelje fel a kezét.
4. Megszavaztuk, elfogadtuk a módosítást reggel 8 órára. Ezzel a módosítással a megadott napon 8 órai kezdettel, aki elfogadja, kérem emelje fel a kezét. Köszönöm szépen. Szeretném kérni, hogy ne 8 óra 7 percre jöjjenek. Köszönöm. Legalábbis a többség. Második napi rendi pontunk. Beszámoló a belső ellenőrzési csoport 2018 évi harmadik negyedévi tevékenységéről van egy darab határozatjavaslatunk. Felkérem dr. Varga Ildikó jegyzőasszonyt, hogy ismertesse a bizottságok döntését. Majd rögtön szeretném arra is megkérni, hogy terje meg a szóbeli terjesztést. Tisztelt Közgyűlés, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Ügyrend és Mandátumvizsgáló Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság, Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság egyhangúan támogatta, és nem kívánom kiegészíteni az előterjesztést. Köszönöm szépen. Ehhez kapcsolódóan hozzászólás, kérdés, Kovács László képviselő úr. Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! Emlékezetem szerint ez a napirend most harmadik alkalommal kerül a képviselőtestület elé. Az eddigi két előterjesztés kapcsán mi a Fideszes frakció részéről elfogadtuk a három közbeszerzési vizsgálatról, belső ellenőri vizsgálatról tett jelentést, amely mind a három jelölte meg. A jelenlegi mai előterjesztés kapcsán ugyanerre az álláspontra fogunk helyezkedni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Itt azt azért tudni kell, hogy ezt az időszakot még Magyar Katalin versenyeri irodavezető végezte, illetve vezette, és az ő munkásságáról szól természetesen. Én személy szerint tartózkodni fogok, nyilván az én fenntartásaim ismertek az időszak. Gazdálkodásnak ellenkezőjét látjuk mindkét szó esetében. További kérdés, hozzászólás. Jó, amennyiben nincs, akkor kérem, hogy aki elfogadja a belső ellenőrzési irodának a harmadik negyedévi tevékenységéről szóló jelentést, az kész feltartásra jelezze. Nyolc, aki nem fogadja, az kész feltartásra jelezze. Egy, és aki tartózkodik, kész feltartásra jelezze. Három. Nagyon szépen köszönöm, elfogadtuk a personális irodának a jelentését. A harmadik napi rendi pontunk a Hódfürdő Szolgáltató és Üzemeltető Kft. 2019 évi árjegyzékének módosítása.
Ez egy tájékoztató, tehát itt határozati javaslatunk nincs. Felkérem dr. Varga Ildikó jegyzőasszonyt, hogy ismertesse a bizottságok döntését. Tisztelt közgyűlés, a bizottságok a tájékoztatót tudomásul vették, mivel nem volt határozati javaslat. Köszönöm szépen. Felkérem Gömöri Csilla ügyvezetőasszonyt, hogy terje meg a szóbeli előterjesztését. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés! 2018. január 1-től egy csekély mértékű áremelést tervezünk a Hódfürdő Kft-nél. Utoljára áremelés 2017. szeptemberében volt a cégnél, tehát ebből kifolyólag 2018. január 1-től az árakon nem változtattunk és nem módosítottunk. Csekély mértékű emelést tervezünk bevezetni. A belépőjegyeknek az árát körülbelül 100 forintos tételekkel emelnénk meg. A gyógyszolgáltatásoknak a díját 30-20 forinttal, illetve előirányoznánk a konditerem használatot az edzőtáborozók és a sportegyesületek részére egységesen 3000 forintos óradíjjal. A jelenlegi helyzetben a hozzánk érkező edzőtáborozók fizetnek 7500 forintot, míg az itteni sportegyesületek nem fizettek, tehát nekik ingyenes térítésmentes volt a konditeremnek a használata. Ezt ugye az egyenlő bánásmód elvét követően is egységesítenénk mindenkire nézve, és ezt a 3000 forintos óradíjat, használati díjat vezetnénk be a konditerembe. A családi jegyek, illetve a bérletek ára is arányosan nőne a felnőtt, illetve a diák jegy emelésének a mértékével. Az úszó tanfolyami bérletkonstrukción változtatnánk még annyit, hogy annak az ára maradna a 10 alkalom 12.500 forintért, viszont ebbe a gyermek mellett eddig benne volt ugye egy felnőtt kísérőnek a fürdőzési, fürdőhasználatának a lehetősége is. Itt rendet tettünk ugye az úszásoktatások témakörében, és a számításaink szerint ugye ebből ki kell jönnie gazdaságilag a gyermeknek a 10 alkalomra szóló beléptetésének, és ebből még az úszás oktatót is ki kell, hogy fizessük. Az úszás oktatókkal valamennyiükkel szerződése van a cégnek, tehát legálisan számlázva, illetve a bérfizetéssel együtt kapják meg az úszás oktatásért járó juttatásukat. Tehát ezt a díjat csak úgy tudtuk változatlanul hagyni, illetve nem emelni, hogyha a felnőtt kísérőnek kivesszük úgymond a fürdőhasználati díját belőle. Tehát aki szülő a gyermekkel jön, ő kísérő egyel tudja majd, ami a legolcsóbb konstrukció, bekísérni a gyermeket. Aztán a Hódmezővásárhelyi Sportegyesületek tagjai részére a 3300 forint per hó belépő díj volt ugye megállapítva még 2016 óta. Ennek a díját 3300 forinttól 3600 forintra emelnénk. Nem változtatjuk ugye a masszázs szolgáltatásoknak a díját, hiszen azt most vezettük be júniusban, illetve az irodahelyiségeknek, valamint a raktárhelyiségeknek a bérletéért irányoznánk még elő 500 forint per négyzetméter per hó díjat. Itt főleg a nálunk lévő sportegyesületek használnak, körülbelül és összességében 150 négyzetméternyi területet kitevő irodahelyiséget, raktárhelyiséget, amivel nyilván az üzemeltető Kft-nek költsége van, tehát ezeket a helyiségeket fűteni, világítani kell, és azt gondolom, hogy egy jutányos mindenki által megfizethető díjat ezért előirányoznánk, illetve a kölcsönzési díjakon változtatnánk még, de ezeknek az igénybevétele, ami a törülköző használatot, illetve az érték megőrzést illeti, ez elég csekély volumenű. Minden évben indítványoznák egy nagyon csekély mértékű emelést, akár 50-100 forintokat, hogy ne kerüljön abba a helyzetbe a cég, hogy évekig parlagon hagyjuk az árakat, nem változtatunk rajta, és 3 vagy 4 év múlva áll elő egy olyan helyzet, amikor egy nagyobb, drasztikusabb, top 100 forintos áremelést kell esetleg megoldani. Én azt gondolom, hogy ezzel a 100 forintos tételes növekedéssel nem fog elmaradni egyetlen vendég se,
mint ahogy többletvendégünk se származna abból, ha az ellenkező irányba mondjuk lecsökkentenénk az árakat ugyanígy ebben a 100 forinttal. Tehát ez nem fogja befolyásolni a látogatószámot. Én biztos vagyok abban, hogy nem fognak emiatt elmaradni vendégek, viszont a cégnek a gazdasági helyzete is indokolja azt, hogy ezt folyamatosan meglépjük. Hiszen figyelembe vettük azt is, hogy nyilván növekednek a minimálbérek is, és mintegy 15%-os minimálbér és bérminimum emelkedéssel is nekünk a következő év üzleti tervénél számolni kell. Köszönöm szépen a tájékoztatásomat. Én is köszönöm. Hallgatom mindjárt nyitottan az önök észrevételét és kérdéseit. Ezzel kapcsolatosan tájékoztatásul elmondom, hogy amikor megkaptuk az előterjesztéshez ezt a mellékletet, akkor ezt kitettük a Polgármesteri Hivatal Gyorshír Szolgálata Facebook oldalra, és ott magam is átnézegettem a jelzést. Itt két kérdésre szeretnék én magam is választ kapni. Az egyik, hogy ott nagyon sok minőségi jellegű kifogás és javaslat fogalmazódott meg. Én azt gondolom, hogy számos közülük valóban megfontolásra méltó lehet, és hogyha az ár emelkedik is, de a minőség emelkedését is láthatóan a vásárhelyi polgárok elvárják. A második összevetésül környékbeli városok díjai, ott több hozzászóló azt említette, hogy Vásárhely már most is drágább. Nem tudom, mert magam nem mértem fel, de esetleg ügyvezető asszony tud tájékoztatást adni arról. Itt nyilván hát esetleg Szeged vagy Algyő, illetve Szentes, esetleg Gyopárosfürdő lehet, ugye Makóz tudjuk, hogy más kategóriában van, azt tudjuk, hogy sokkal drágább egyébként, tehát én magam is voltam már a Hagymatikumban. Így van, tehát nyilván az árainkat minden évben úgy alakítjuk ki, hogy az összes környező fürdőt megnézzük, és nem hogy csak még itt a környékbe, tehát a megyébe, hanem azon túl is, tehát Békés Csabát, Orosházát, tehát aki elérhető 100 kilométeres körzetben van. Szentesen nyilván a 2018-as árakat tudtuk összehasonlítani, mert a jövő évi árjegyzéküket a fürdők még nem tették nyilvánossá. A szentesi fürdőben jelenleg 1650 forint a belépő, Mórahalmon 2292-2600 forint, itt differencia van ugye a hétköznapi, illetve a hétvégi belépés között, Makon 2600 forint, a szomszédban forint, Napfényfürdő Szeged 5250 forint, a Városi Sportuszadában Szegeden 1200 forint, Anna fürdő 1900 forint, Orosháza 2400, Békés Csaba, Árpád gyógy- és strandfürdő 1850 forint, Csongrádon 1400, Tótkomlóson 1300 forint, és a Gyulai Várfürdőbe pedig 2400 forint a jegyár. Itt a teljes áru felnőtt belépőknek az árait hasonlítottuk össze, és ugye ehhez képest kell a Hódmezővásárhelyi 1400 forintos árat nézni, hiszen ezek 2018 évi árak. De vélhetően a többi szolgáltató is mindenki némi áremelést végre fog hajtani 2019-től kezdődően. Köszönöm szépen. Molnár László képviselő. Hát, közgyűlés. Engem megkerestek azzal kapcsolatban. Örülök, hogy csak tájékoztató, és nem kell most határozatot hoznunk ezzel kapcsolatban, hogy azért a szülőknek, a többségének az a véleménye, hogy így is drága. Nem, lehet, hogy nem drága a strandbelépő, csak nincsen annyi pénzük. És azért, ha egy szülőnek mondjuk 2-3 gyereke van, és nem ugyanabban az időben fognak húzni a strandon, akkor többször kell megfizetni a szülőnek azt a 300 forint, hogy mennyi lesz igen, a 300 forintos díjat. Na most az van a lényeg, tehát panaszkodnak a parkolásra, hogy az is drága, akkor panaszkodnak arra, hogy az úszóknak bérleti díjat kell fizetni, a vízilabdázóknak nem kell. Pontosan nem tudom, hogy van, de az volna a kérés, hogy rendezzenek egy vitát erről, ahol mindenki elmondhatja, hogy mégis hogy képzeli, mint képzeli, mert a szülőknek, a többségnek ez általában már így is nagy ter. Ne hivatkozunk arra, hogy más út a drágább, amikor arra kevés pénz van, hogy itt megfizesse az a szülő. Tehát mindenféleképpen egy vitát kérnek, vagy ahol ezeket a dolgokat megbeszélhetik. Most valamit fölírtam, még volt olyan vélemény, és elnézést kérek, ha most megsértődik, ugye, hogy van 4 vezető a strandon, hogy akkor elég volna 2 is, ha ezt a 100 forintot meg lehetne spórolni, hogy volna egy műszaki vezető, meg egy gazdasági vezető, és akkor kifutná az ő fizetésükből ez a 100 forintos emelés.
Tehát mindenféleképpen, hát akár a délutáni hozzászólásokban is lehetne rá, tehát idejük egyeseknek, hogy hozzászóljanak ehhez a kérdéshez. Tehát örülök, hogy tájékoztató, de ez mindenképpen soknak tartják. És a fizetőképes kereslet, ez kicsi, ezt tőlek jobban tudják. Ja, és megkérdezném, mert ugye évek óta figyelemmel kísérjük, illetőleg vagy megszavaztuk, vagy nem a standnak a beszámolóját, ugye, hogy miért annyi a vesztesége, amennyi. Nem tudom, 380 millió, aztán 400.